A rovat támogatója a Kevin Murphy. Látom magam előtt Froner Fecót, aki reggel áll a szobában, mit vegyek fel az most mit vegyek, szoknyát vegyek, vagy nadrágot, nem is tudom, hova, mi lenne ez az adáshoz. Nem, de már mutasd magadat, létszás, mert tök jó, várjál. Már bejövök is szobában. Meg kell mutatnod. Én azt érzem, hogy így vagy, te is. Kicsit bordálja. Igen, mert szeretnék egy ilyet, csak most ez tényleg nadrág egyébként? Ez egy ilyen nadrág, ez egy ilyen török pasás, nem tudom, egyszer kitaláltam és megterveztettem. És megterveztetted? Igen, általában ugye a ruháimat azt én szoktam készítetni magamnak. Mert nem szeretem, amikor bemegyek bármilyen bevásárlóközpontba, nem találok azt a stílusú hát ilyet nem fogsz találni, költeményeket, amit én hordanék. De igazad van, hát figyelj, látod? Így is lehet, Zolikám. Na, Fecókám viszont hát azért... Az lett volna a kérdésünk, hogy jelenleg miről ismernek föl az utcán. Hát akkor ez a legegyszerűbb helyzet. Pont az érdekes, hogy ezelőtt is, tehát hogy így a konyhafőnökben most éppen tevékenykedek, és ezelőtt is megnéztek engem az utcán, csak akkor azért. Most meg azért, mert hogy megnéznék, hogy sütöm a palacsintát, gondolom. Hát ez hogy sütöd? Hogy sütöd? Nagyon-nagyon speciális, nagyon speciális. Látjátok, tele szembe. De neked is volt egy előéleted egyébként főzés szempontjából, mert a nyerőpárosban ugye az egy legendássá vált az a torta szétverő jelenetet, amikor ugye minden romokban állt a konyhában. Bandi ott lett a rajongó, és próbálja utánozni az életművedet. És sikerül. Bizonyos pontokon sikerül. Na jó, hát ilyen embereknek nagy kihívás aztán a konyhába kerülni. Igen, láttalak, néztelek téged is, hogy azért nagyon-nagyon nagyot alakítottál. Látod, és én is, a Csonkicson azért megállt a helyét. Jó, csak van, aki tovább tanul. Három igennel jutott. Igen, én azért nem tudom, láttátok-e, hogy azért tényleg egyből három igent kaptam, én nagyon meg is lepődtem. Hogy jött össze? Iszonyatosan sok munkával és küzdelem árán. Hallod? Ezt ugye elfogadhatod. Így lehet. Azt hitted, hogy ingyen jön minden. Nem, nekem nagyon kevés szabadidőm van, de és minden szabadidőmet erre forgattam. Tehát, hogy így hétvégente nem is találkoztam így a barátaimmal, azt mondtam, hogy gyerekek, most van egy célom, ezt el kell érni. Nem kell a három igen, és menetelni szeretnék minél tovább így a konyhafőnökben, mint ahogy te tetted. Igen. Na most várjál. Jó, de ugye hát ez most az első lépcsőfokot teljesítette, de mondjuk a felkészülés, amikor valaki évtizedekig nem csinál mondjuk semmit a konyhában nagyjából, akkor azért pár alkalom azért talán nem elég ahhoz, hogy mindent bepótolja. Mi az, amire mindenképpen fókuszáltál? Hát, hogy meg tudjam tanulni a neveket, tehát ugye a ételneveket, meg az eszközneveket. Azt hittem a séfekét. Azt egyből sikerült, de hogy így én az ételnevekkel tényleg nem voltam tisztában. Tehát, hogy így fogalmam nem volt. Tehát, hogy az volt az első, hogy nekem van két séf ismerősöm, séfbarátom, így a vendég klientúrámból, és az ő segítségüket kértem, hogy készítsenek fel engem, és a legalapoktól. Azt hitték, hogy nem, hogy tényleg csak nulláról indulunk, de mondtam, srácok, nem, mínuszról indulunk, de tényleg, hogy a késztartást is meg kellett tanulnom, mert hogy nehogy elvágjam a kezem, hogy aztán tudjak dolgozni, mint fodrász. Mit akarsz ezzel bebizonyítani? Hogy nulláról vagy mínusztról is el lehet érni bármit kitartással. Tehát, hogy számomra nagyon fontos az, hogy az ember kitartó legyen, az életben is, meg úgy bármilyen téren is, és szerintem magamnak akartam bizonyítani azzal, hogy képes vagyok itt csak kitartással elérni ilyen nagy dolgokat, mint például az a bemutatkozó tortám. Hát meg az elég sok időt elvett a vendégeitől is, mondjuk meg az eredeti szakmától, hát a fodrászattól, ami egy egészen más terep. Tehát azért mondjuk a felkészülés szempontjából ez nehézség lehetett. Hát igen, a vendégeim hajszerkezete az nőtt, meg a lenövések is jöttek. Kaptam az SMS-eket bőven, de mondtam nekik, hogy legyenek türelemmel, és tényleg várjanak meg. És azért 10 év után, mikor már van egy vendégklientúrá, 10-12 éve járnak hozzám a vendégeim, akkor mosolyogtak és azt mondták, hogy jó, Fecó, tudjuk, mit csinálsz, drukkolunk. Tehát jó, Fecókám, hát a szünetben azért nyugodjál meg, nem kell nekünk rántottát csinálni, bár igazából még nem ettünk semmit. Nem járnátok jól. Hát most a kültös kalácsot megkóstolni. Most ez a szerencséje Fecónak. Jó, igen, de hát aztán visszatérünk, és még azért egy-két kulisszatitkot kiszedünk belőled mindenképpen. Zolikám, várunk mindenkit szeretettel, téged is. Ez itt az Ébredj velünk. Ez jó az. Reggelt! Na. 9 óra, ki az ágyból? Jézusom, hát még ezt nem tudom megszokni. Hogy nem számítasz rá. Nem bírom megszokni ezt. Pedig ha nem vagy itt, idézni szoktuk ezt. Hát mindegy. Az más. Teljesen magadba vagy akkor fordulva. Nem éppen kifújtam az orvos, nekem az program. Tulajdonképpen. Na most Fecókám,
Hát azért te is tudsz sok mindent, de nézd meg ezeket és kültőskolás fantáziákat. Nagyon jók a textúrák, jók az alapanyagok, látom, hogy meg van művelve szépen, és igen, ez van ez tányér? A tálalással nekem van problémám, kicsit így összehúztam volna, kicsit megemeltem volna az egészet, hogy így jobban mutasson. Hát meg de... a mártás, ugye, hát nincs mártás. Mert ropogós van igazából. Roppanós elem. Roppanós, nem ropogós. Nem ropogós. Kérzol? Nem kimondani kell tudni, megcsinálni. És ezt szerinted tudtad? Hát igen. Milyen, jó, persze tudom, nem lehet róla ugye beszélni, mert még zajlik a verseny, de hát azért őrületek voltak nyilván számomra. Mi volt a legnehezebb? Az alapanyagoknak a felismerése és kezelése, vagy a technikák elsajátítása? Minden. Tehát igazából megmondom őszintén azt, hogy az alapanyagot előbb felismerni, és aztán használni, az mind az összkép, ez iszonyatosan nehéz volt, de hát tudod, hogy mindegy ilyenkor az ember keresztül, úgyhogy... Tudom, sertés agyvelő. Tehát így elképesztő dolgok vannak, hogy nem is lát ilyet az ember, soha amiket ott megkap, és hogy lehet nem is fog. Eljutottál odáig, hogy átüsse az inger küszöbödet és hobbivá váljon? Tehát magyarul megszeretted a sütés-főzést? Őszintén szóval nekem a számomra így a hobbimmá vált, tehát hogy azt vettem észre, hogy elkezdtem élvezni. Aha. Tehát ebben is van egy olyan művészet, tehát hogy magában a tálalási metódusban is, hogy annyira élveztem, és tudtam, hogy előbb-utóbb én ezt meg fogom szeretni, és a hétköznapjaimá is fog válni, és be tudom építeni. Magyarul máshogy nyúlsz a hűtődbe is? Tehát, hogy már keresel valami alapanyagot, vagy azt mondod, hogy na, most ez van itthon, akkor csinálok egy akármit. Így van, ami van éppen így a hűtőmben, összerakom így a fejben a koncepciót, és megálmodom, hogy hogyan fogom tálalni, és megajándékozom magam itt napvégén. Úgyhogy ez már így működik. Tehát... Csak magad? Igen. Hát azért jó, hogyha a hölgyeket meg tudjuk ajándékozni egy-egy ilyen szép kis tányér költemény. Például? Neveket szeretnék. Neveket? Nem szeretnék neveket, de ez megmondom, nagyon kis privát szférám. Jó, hát ugye láttunk egy fotót azért közben, nem magyarul. Nem ez, tehát a vendégeiddel, tehát a kontakt, itt ugye mondjuk Tóth Andit látjuk, úgy látom. De hát azért a napod nagy részét mégis, vagy a figyelmet nagy részét mégis azt köti le nyilván, hogy azért a vendégeket valami módon újra varázsolt. Ez a szalon, ez tulajdonképpen, amit dolgozol, ez... Tehát egész nap ott vagy, egész nap ez köti az idődöt, vagy pedig azért mellette van idő másra is? Őszintén szóval nem sok időm van, tehát nekem csak a szalon, nekem annyira szenvedélyem a fodrászat és a szerelmem, hogy én csak erre összpontosítok, meg most váltottam is a szalon koncepcióján, hogy egy ilyen környezettudatos szemléletmód felé irányítottam az egész struktúrát. És ma például nem biztos, hogy kinyitsz, nem? Az biztos, mert most van ez a bicikis ürület. Elég környezettudatos, ha zárul van. Igen. A verseny miatt. Ez már az új szalon? Igen, ez a szalonom, igen. Ez egy lakás? Ezt most nyitottad egyedül? Ezt most nyitottam egyedül, igen. Annó még nagyon sokan akartak engem támogatni és befektetőként segíteni, de úgy voltam vele, hogy ha magamtól kezdem, az sokkal kifizetődőbb is, meg ilyen sokkal jobban meg tudom valósítani önmagamat. És igen, ez egy ilyen lakás, tehát ugye ez egy nagyon privát. Tehát nem szerettem volna azt, hogy a vendégek kinnüljenek így a kirakatban vizes fejjel, hanem tényleg ez egy ilyen kis belső kör alakuljon meg, hogy mindenki, mint ha hazajönne, vagy itt a hozzám jönne, ilyen otthonos környezetet megteremtünk. Jól áll most a karriered, ugye? Jól érzem, hogy úgy... Igen, úgy érzem, lábbal a földön. Úgy érzem, hogy nagyon jó, minden megy a saját rendjén, és így jönnek folyamatosan így az esélyek, meg így az alkalmak, hogy fejlesztem önmagamat is, meg az életemet, a szalonomat is, úgyhogy nagyon örülök ennek. Jó, drukkolunk neked, szóval, és hát várjuk, azt nem tudom, várjuk az étkeidet, mert azt nem tudom még, hogy milyen szinten működik a dolog, de azért mindenképpen próbálkozhat. Figyelj, ha az a kérdés, hogy te főzzél vagy ő, akkor szerintem egyébként... Honnan tudod? Kóstoltam tőlem valamit? Hát hál' Istennek. Nem véletlen, de a hírét már hallottam. És a tüdejemet élt? Az semmi, az mafu? Na jó. Köszönjük szépen, Fecókám. Én köszönöm szépen. Köszönjük, hogy itt voltál.